Ebben a részben a vaktérkép készítéshez még néhány további kiegészítést tennénk, ugyanis természetesen felmerülhet az az igény, hogy jobban személyre szeretnénk szabni a tanulói anyagot, és mondjuk ne szerepeljen például ez a sok-sok pont, ami ugye mind városokat jelez, mert kevesebb is elég van, ne legyen zavaró, ezt meg lehet tenni. Ugye mi a Paint nevű programban dolgoztunk, abban illesztettük be a szövegeket, meg abban alakítottuk át ezt a térképet. Ha további dolgot is szeretnénk manipulálni a képen, azt is meg lehet tenni, vannak erre megfelelő alkalmazások. A Photoshop alkalmazásról nyilván mindenki hallott, ezzel remekül lehet manipulálni a képeket, bár ez egy drága program, ezt meg kell vásárolni, de vannak erre ingyenes képszerkesztő programok is, amikkel szintén, ilyen alapszinten nagyon jól lehet dolgozni. Én az IrfanView nevű programot szoktam használni erre a célra, ez ingyenes, és a legtöbb művelet jól elvégezhető. Lássuk, tehát megnyitjuk a képszerkesztőben az adott képet, ezt a Közép-Európa országai térképet. Még szeretném eltüntetni innen ezt a kis várost, ezt a pontot. Következőt teszem, egérrel ezt itt el fogjuk tüntetni. Na most, ha ezt innen kivágom, természetesen akkor ott egy lyuk marad a helyén. Ezért célszerű a fénykép területén választani egy olyan helyet, mondjuk közel a eredeti ponthoz, ami hasonló színű. Kijelölünk egy kis területet, hát kimásoljuk, ugye ez a copy, de Ctrl-C billentyűvel is megtehetjük, kijelöljük az eltüntetendő pontot, és a kimásolt, az előbb kimásolt kis kék színt beillesztjük, ez a paste, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, és már is nincs ott. Hát ugyanezt a szint ide is szerintem alkalmazhatjuk. Ctrl-V, szépen annyi város marad, amennyit szeretnénk csak a térképünkön. Ha új pontokat szeretnénk elhelyezni, nyilván azt is megtehetjük. Itt, hát ebben a programban, de ez nyilván programonként más, ebben egy eszköztárt el lehet indítani, hasonlít a Paint eszköztárhoz, és itt kiválasztjuk mondjuk ezt, hogy vagy szabad kézi rajzolás, vagy pedig kijelölünk egy kört, talán a szabad kézi rajzolás az nem az igazi, kijelölünk egy kis kört, kitöltjük fekete színnel, megválasztjuk a feketét, és van egy új pontunk, ilyen egyszerűen működik a dolog.